Az ingatlan bérbeadás mindig aktuális téma, de sokan nincsenek tisztában az alapvető szabályokkal sem. Ezért is fontos, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet. Ha valaki szabályosan szeretne lakás-bérbeadással foglalkozni, de nem vállalkozóként, mit kell tennie? 2010. augusztus 16-ától nem kötelező az adóhivatalhoz bejelentkezni ingatlan bérbeadási tevékenységre, viszont hogyha valaki számlát szeretne kibocsátani ezen tevékenységéhez kapcsolódóan, akkor muszáj, hogy adószámmal rendelkezzen, ezért tehát be kell jelentkeznie. A bejelentkezésnek vannak költségei? Annyi költsége van, hogy a bejelentkezéshez szükséges nyomtatványt meg lehet vásárolni nyomtatványboltba, illetőleg le lehet tölteni az internetes oldalunkról. Egyéb költsége a bejelentkezésnek nincs. Milyen nagyságú adóval kell számolni? Van-e lehetőség a költségek lefaragására? Az adó mértéke 16%. Két módszer van, amellyel el tud számolni az adózó a bevételét illetően. Az egyik a tételes költségelszámolás, ebben az esetben tételesen számlák alapján tudja elszámolni a költségeit. Ilyen lehet például az ingatlan fenntartásához kapcsolódó karbantartási javítási költségek. A másik módszer pedig a 10%-os költséghányad. Ez azt jelenti, hogy a 100%-os bevételből ezt a 10%-ot levonva 90% lesz automatikusan a jövedelemrész. A rezsiköltségek elszámolása sok gondot okoz, mire kell nagyon figyelni? Alapvetően két eset fordulhat elő. Az első az, amikor a bérbe adó nevére érkeznek a számlák, ebben az esetben a bérlő által kifizetett összeg bevétel lesz a bérlőnél, valamint a számlákon szereplő összegek pedig költségként is érvényesíthetők. A másik eset az, amikor a bérbe vevő nevére érkeznek a számlák, ebben az esetben ugye közvetlenül ő fizeti a szolgáltatónak a díjat, ebben az esetben az összeg se bevétel, se költség nem lesz a bérbe adónál. A hivatal milyen gyakorlatot követ a bérbeadók ellenőrzése során? Rendszeresen ellenőrzi a bérbeadási tevékenységgel foglalkozókat, illetve a közérdekű bejelentések alapján is végez vizsgálatot. Ez azt jelenti, hogy személyesen is felkereshetik a bérbeadókat, illetve a bérlőktől is kérhetnek információt, valamint a bevallási adatokat összevethetik a nyilvántartás adataival, illetve egyéb módszereket is alkalmaz a hivatal. Mekkora bírságra lehet számítani? A bevallás elmulasztása esetén mulasztási bírságot szabhat ki a hivatal, abban az esetben, hogyha feltárják a jövedelem eltitkolást, akkor pedig adóbírságot is kiszabhat a hivatal. Hogyan kell elszámolni a bérbeadásból szerzett jövedelemmel? A személyi jövedelemadó bevallásba kell szerepeltetni az adatokat az önálló tevékenységre vonatkozó adatok között. A határidő május 20-a. És nagyon fontos az, hogy a bevallást követő 5 évig még megőrizzük azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják a bevallás adatait, mert a hivatal ezen idő alatt bármikor ellenőrizheti a tevékenységet is.